Ivacs Gabriella vagyok, a Nyíltás a Marjumnak a főlevéltárosa. Szeretném bemutatni a szerzőket, Barna Ildikót és Pető Andrát. A könyvnek két újdonsága van. Az egyik az, hogy megpróbáltuk a népbírósági folyamatot, mint jogi folyamatot elemezni, mik azok a dokumentumok, amik rendelkezésre állnak, ezek a népbírósági jegyzőkönyvek, ezeket a jegyzőkönyveket vizsgáltuk, és ebből egy nagyon érdekes újfajta kép alakult ki, amiben például a tanukat is vizsgáltuk, akik eddig kimaradtak a történeti kutatás látóköréből. A másik újdonsága pedig ennek a kötetnek, hogy megállapítja, hogy tulajdonképpen a magyar társadalomnak a nagy része valamilyen módon kapcsolatba került a népbíróságokkal, és az a mód, ahogy a népbíróságok mintegy 43%-a az ítéleteknek felmentéssel végződött, azt mutatja, hogy a társadalom nem feltétlenül volt elégedett semmilyen módon azzal a folyamattal, amit a népbírósági folyamatnak tekintünk, tekintettel arra, hogy nyilvánvalóan mások voltak a reményei és elképzelései a sértetteknek, és más azoknak, akik mint bűnösök, illetve vádlottak kerültek a népbíróság elé. És épp ezért nagyon fontos ez a kutatás, mert ennek a kvantitatív vizsgálat alapján tudunk olyan általános megjegyzéseket és összefüggéseket megfogalmazni, ami alapján meg tudjuk mondani, hogy az az egyes eset, ami nyilván a következő lépése lesz az elemzésnek, az hogyan kapcsolódik, milyen módon hasonlítható össze, hogyan illeszkedik a népbírósági folyamat egészébe. A könyv nagy újdonsága a módszertani megközelítés, mert még soha nem történt meg az, hogy a szociológiai kvantitatív módszertan módszereivel közelítettek ehhez az akta halmazhoz. 22 ezer aktáról van szó, a Budapesti Népbíróság aktáiról, ebből mi 500-at vizsgáltunk. A módszertan lehetővé teszi azt, hogy bárcsak 500-at vizsgáltunk meg ebből az adathalmazból, mégis általánosított következtetéseket tudunk levonni, tehát nem csak arról az 500 esetről tudunk megfogalmazni állításokat, hanem bizonyos módszertani szabályok betartásával az egész aktahalmazról is tudunk mondani. A kvantitatív módszertan alkalmazása mellett is nagyon új, innovatív módszereket kellett alkalmaznunk, hiszen klasszikus értelemben arról van szó, hogy van egy kérdőívünk, és utána vesszük fel az adatokat. Itt fordítva történt a dolog, megvoltak az adataink, ezeket is ki kellett válogatnunk, hogy melyek azok az adatok, amelyek így rögzíthetőek, és utána ehhez kellett elkészítenünk azt az kérdőív, vagy kérdőív rendszert, amelyben ezeket az adatokat rögzíteni tudtuk. Még egy újszerű megközelítésünk volt, az elemzést nem csak akta szinten végeztük el, hanem a tanúk szintjén és a tárgyalások szintjén is képesek voltunk megállapításokat tenni. Most viszont megmutatnám akkor a EST szakembereit és a fő hozzászólókat. Elsőként Örkény Antalt, aki a bevezetőt fogja tartani. Aztán Kövér Györgyöt, társadalomtörténész, Flex Zoltánt és Csősz Lászlót. Ez a bevezető egy kiváló áttekintés szerintem, egy iszonyú, nagyon tömör, és a szerzők nagyon visszafogottan igazából mindazt a tudást megpróbálják a népbíróság kapcsán egy koherens egészé szerkeszteni, és egy önálló a bevezető tanulmányá fejleszteni, ami segíti majd a későbbieknek a megértését. Olyan perspektívát mutat meg a szerző koncepciója, hogy ne a népbíróságok működését vizsgáljuk, hanem az aktákat vizsgáljuk, az eseteket vizsgáljuk, és ha az eseteket vizsgáljuk, akkor megérkezünk egy raktárba, ahol végtelen mennyiségű adat van. És akkor ugye itt el lehet merengeni, hát el tudnék, hogyha most itt lenne időm, hogy mit kezdjünk az adatokkal. És ebből a szempontból a könyv szerintem, mondom, egy ilyen lassú, folyamatos fejezetről, vagy részről részre, elemről elemre mondja el azt, hogy hogyan kell az adatokat kezelni. A szociológia pedig olyat akar ebből kihozni, hogy hogy komplex összefüggéseket föltárni. Tehát a komplex, ez egy mai igény, mert ez nem statisztika abban az értelemben, hagyományosan inkább statisztikaként kezelték az adatokat. Komplex összefüggések, amikor megpróbáljuk összefüggés rendszereket adatszinten rekonstruálni, mégpedig úgy, hogy a megbízhatóság, az általánosíthatóság és az érvényesség hármas kritériumrendszere
biztosítva legyen. Ugye, mert ebben a hatalmas tömegű adatból, vagy aktából, vagy ügyből kellett kiválasztani egy reprezentatív mintát, amely mintán meg lehet csinálni egy elemzést, és amely mintának reprezentálni, amely szerint reprezentálni az eredményeknek az egészet, tehát az egészre tehetünk becsléseket. A mintában, ami egy 500 fős minta, 500 aktát néztek meg, hát ez is már egy hatalmas munka, hatalmas pénz, hatalmas energia, 500 aktából már lehet tenni becsléseket, hogy az ezen aktákból az ilyen típusú ügyek kapcsán meghallgatott tanúkból, hát hogy összességében hány embert hallgathattak meg ebben a korszakban. Lényeg a lényeg, hogy ebben a részben tulajdonképpen három dimenzióban az aktákból rekonstruálható szereplők, történetek és eljárásbeli kérdésekről tudunk meg nagyon sok mindent. Én történész vagyok, és számomra hihetetlenül értékes új információt jelentett ez a könyv. Egy új módszert arról van szó, ugye egy szisztematikus, kvantitatív feldolgozás az anyagoknak. És ebből a módszertanból ered, fakad az, hogy számos ponton új dimenziókat is nyitott ez a kutatás. Tehát például az eddigi vizsgálódások azok főleg a dramatis personéra irányultak, tehát a történelem központi figuráira, miniszterelnökökre, katonatisztekre, míg ez a kutatás ugye a kisemberre, az átlagemberre irányítja a figyelmünket, és számos olyan résztémát vetett fel, amelyek korábban szintén nagyon kis, kevés figyelmet kaptak. Ezek a perek átlagban 27 hónapig tartanak. Számomra ez egy nagyon fontos adat volt. Ezeknek sok oka lehet, tehát ezt a szerzők is mondják, lehet rendetlenség, lehet az infrastruktúra hiánya is, és sok minden perstratégiai oka is lehet, de mégsem egy statáriális jellegű bíráskodásról van szó, hanem valami ennél többről. A másik sokkal érdekesebb. 43%-ban felmentő ítéletek születnek. Hát ez a 98%-os váderedményesség országában, ez egy fantasztikus dolog. Tehát állítom, hogy ilyen felmentési arány nincsen a mai magyar bíróságban. A 101. és 116. oldal között végre eljutunk ahhoz a fejezethez, amelyik erről a kérdésről szól. A társadalmi nemek szerinti vizsgálatát igazságszolgáltatásnak, és itt már egy pozíciót is meghatároznak, ugye, amikor a feminista kritikával tulajdonképpen a férfiasság és a női férfiasságok és nőiességek létrehozását elemzik. Ez a dramaturgiai tetőpont most a gender szempontból, mert itt már létre vannak hozva a férfiasságok és a nőiességek, legalábbis a feminista kritika szerint. Két téma az, ami a két utolsó fejezet, az egyik az a társadalmi nemnek a kérdése, hogyan jelennek meg a nemi különbségek, hát és ezen belül, ami igazán érdekes, a nők. Hogyan jelennek meg a bűnös nők? És ez szerintem egy nagyon-nagyon inspiratív megközelítés, nem lövöm a poénokat, olvassák el a könyvet.